Jó napot kívánok! Bokányi Péter vagyok, köszöntöm a kedves nézőket. A Kőszegi Felsőfokú Tanulmányok Intézetének vagyok kutatója, és ennek a mai előadásomnak a címe egy Cöger mindennapjai az iskola határon című regény Értelemszerűen a regényről, ha egy ilyen címet kap az előadás, akkor nem irodalom történészi aspektusból szeretnék beszélni, illetve úgy tekinteni rá, hiszen a valóság referenciáira próbálok megfigyelni, arra, hogy mi mindaz, ami valóban bemutatja azt, hogy milyen volt az élet a egy katonai iskolában, illetve itt külszegen a katonai iskolában. Az előadást alapvetően két nagy egysre tervezem felosztani. Először szeretnék mutatni néhány fotót, illetve néhány idézetet, ami a szó szoros értelmében a cögerek hétköznapjait mutatja be. Aztán ezt követően szeretnék egy kicsit ha az iskola határon kapcsán gondolkozni: arról, hogy hogyan tükröződik. tükröződnek ezek a bizonyos hétköznapok magában a regényben, illetve adott esetben milyen olvasati lehetőségeket teremt az, hogyha erről az oldalról próbáljuk megolvasni a regényt. Nos, mielőtt azonban nekiállnánk a képeknek, előtte egy röpke gondolatot. Magától értetődően nevezzük katonai iskolának ezt az intézményt. Dacára annak, hogy az intézmény az alapkő letétele óta, ugye ez 1856-ban történt, és Jelasics Horváth bánnak köszönhetjük. Tehát az alapkő óta, Többféle néven futott, és többféle karaktert kapott. Hogyha megengedik, akkor felolvasnám szépen sorba, hogy mik is voltak ezek a nevek, tehát hogy hívták az intézményt. Tehát amikor az alapítás megtörtént, és egészen 1874-ig császári királyi katonai felső nevelő intézet volt. 1874-től 918-ig császári és királyi katonai arra áll ismert, 18 és 19 között Külszegi Magyar katonai arreáliskola, 19 és 20 között külszegi Magyar Királyi Katonai arreáliskola Ugye ráadásul egykor csatlakozott hozzá az elcsatolás miatt a Marosvásárhelyi Katonai Iskola. Aztán 22-től eltűnik a névből a katonai jelző, és 22-től 27-ig Hunyadi Mátyás Magyar Királyi Reáliskolai Nevelőintézetként fut az intézmény. Ugye az az oka, hogy az első világháború után a győztes hatalmak gyakorlatilag megtiltották a katonai nevelést, úgyhogy ezért is került ki a névből magából. Dacára annak, hogy hogy, hogy, hogy ahogy ezt a, az iskola határomban is láthatjuk, kvázi titokban ez a katonai nevelés továbbra is folytatódott. Aztán egészen 38-ig. Aztán, aztán később, 38-tól 45-ig ez az egyre csökkenő katonai nevelés, hiszen azért 27-től 38-ig egyre inkább visszábszorult ez. Ez is szépen kivásott. 1938 tól pedig az iskola neve Magyar Királyi Hunyadi Mátyás Kőszegi Honvéd Arrál iskola. Ugye ebben van valami kis vicces, hogy az utolsó névbe arra az időszakra, amiről azt mondtam, hogy a katonai nevelés már kevésbé volt hangsúlyos, visszakerül az iskola nevébe a Honvéd Arrál iskola. Miért tűnik ez nekünk fontosnak? De egyrészt azért, mert a, e, az Iskola határon című regény e, ugye 23 és 26 között játszódik, abban az időszakban, amikor a katonai növelés már tilos volt, tehát nem e, lehetett volna, és ráadásul a, e, az iskola egy olyan államalakulat, az oszták magyar monarchia számára képzett tiszteket, amely már nem is létezett. Tehát van egy intézmény, amely légüres térben áll, és ebben a légülés térben, ha úgy tetszik, a teljes bizony vagy identitás válságban, próbálja keresni a helyét, és ebben a közegben nevelődnek a tanítványok, nevelődne, nevelődnek a cögerek. Nos, akkor nézzük meg, hogy hogy is zajlott egy Cőgernek egy napja. Tehát, ahogy említettem, néhány fotót szeretnék mutatni, és néhány idézetet. A fotók, ezek korabeli fotók, tehát az isko iskola mindennapjaiból láthatunk képeket majd, a szövegek, ezek pedig egy egykori katonaiskolás naplójából származó szövegek. Az illető katonaiskolásról azt tudjuk, hogy kaposvári illetőségű volt, és ő nem úgy élte meg az itteni éveket, mint Ottlik, illetve Ottlik néhány iskolatársa. Az ő számára ez az intézmény, ez maga volt a paradicsom. Tehát nagyon-nagyon jól érezte magát itt. Érdemes erre figyelni az idézetek során, hogy miközben valóban egy olyan fiútól származnak, aki boldogan élte, élte, meg az ittenieket, miképpen árulkodik a nyelv, és miképpen árulkodnak bizonyos megjegyzések arról, hogy azért ott lenne a lélek mélyén, miféle érzelmek, vagy miféle gondolatok rejlenek. Magukat a képeket, illetve a részleteket, ezt Söptéimire főlevéltárosnak, a Kőszegi Fiók vezetőjének köszönhetjük. A képeket ő állította össze, és a szövegeket ő montírozta le. Ezúttal is köszönjük azt, hogy használhatjuk az előadásban. Nos, akkor nézzük az első képet, mert hogy akkor indul a nap az arraában. Reggel 6 óra van, és azt mondja a napló, hogy ekkor ébresztő, vigyáz és az ágy nem Érdemes most végignézni, még mielőtt a következő képet mutatnám, végignézni a fotókon, ugye ezek a hatalmas hálótermékek, emlékszünk rájuk a az iskola is, és egymás mellett az ágyak ugyanúgy bevetve, hogy kiben milyen asszociációkat hív elő mondjuk a fenti kép és a fenti képnek az ágy sora, Arra kíváncsi volnék, minden esetre hadd mutassam, hogy az illető fiú számára milyen asszociáció jött. Azt mondja tudnék, hogy a következő program pont ébredés után ez az öltözködés és a szekrényen, és akkor itt van egy szó szerinti idézet, ahogy mondtam, Söpte Imre levéltáros úrnak hála. Azt mondja tudnék, hogy ágyvetés, és akkor innen az idézet, piros ágytakaróit, a piros ágytakaróit úgy kellett kisimítani, mintha azok fából készült nagy piros tégla alakú koporsók lennének. Ugye azt mondtam, hogy borzasztó érdekesek ezek a dolgok, mert hogy a lélek legmélyén rejlő kis félelmeket, szorongásokat, egyebeket, az adott esetben egy-egy szó, vagy egy elejtett félmondat, az elárulja. Most, hogyha itt erre a mondatra nézünk rá, amikor ez a fiú azt mondja, hogy az ágyaik olyanok, mint a nagy piros tégla alakú koporsók, akkor azt gondolnám, hogy erről hosszan lehet beszélni, hogy mi minden rejlik-e Nos, tehát akkor még mindig reggel, 6 óra tájban vagyunk, és akkor ezt a pontot követi 6 óra 25-től, azt mondja, hogy áltaraj, avagy pajtássági vizsga, ami a reggeli rajz szemlét jelentette. Megint érdekes a nyelv. Ugye a korábbi katonai iskolai nyelv azt mondja, hogy pajtássági vizsga. A szó, ez a szó így, ahogy van meglehetősen furcsán hangzó szó szerkezet, mert hogy a pajtásság ez a gyermekvilágba vezet, illetve a gyermekvilágot idézi. Mellette a vizsga kicsi furcsáncseng. Valójában pedig arról van szó, hogy ezeken a folyosókon ugye képen jól látszik a nagy folyosó. Ezeken a folyosókon álltak a, a kisfiúk, és valaki pedig megvizsgálta azt, hogy miképpen vannak felöltözve, ki van-e a ruhájuk, fényes a cipőjük, tiszta a kezük, és így tovább. Tehát valójában ez egy nagyon komoly reggeli szemle volt. Csak zárójelben, ha ma elmennénk az iskolába, hiszen az épületek állnak, ottlikkal szólva minden megvan, akkor meglepőnek tű ühetnének ezek a roppant széles folyosók, ezek ma is megvannak változatlan állapotban. Ennek a szélességnek éppen pont ez volt a célja a tervezés során, hogy adott esetben a féliskola felsorakozhassék a folyosón, hogy arról van szó. Tehát 6.25-kor vagyunk, és megtörtént a pajtássági vizsga, és áll a raj, és tulajdonképpen indulhat a nap. Most tehát... Felállt immár a raj a folyosón, és akkor azt olvashatjuk a naplóban, hogy 6.30-kor a szolgálatvezető minden erejét összeszedve ahhoz, hogy valakinél hibát találjon, alaszkályszávlét tart, illetve a növendékúr előtt olyan megdermedve állt a század, mintha egy hadsereg parancsnok lett volna. Ugye ez a, ismét a gyermekvilág és a katonai iskolai világ konfliktusa növendék úr, mondja a naplóíró, hiszen az alsó éveseknek a felső éveseket így kellett szólítaniuk, és a parancsaikat feltétel nélkül végrehajtaniuk. Minden esetre, ha majd a későbbi képeket látjuk, nehéz egyeztetni ezt a gyermeki világot a katonai világgal. Az iskola határa olvasása során is Nekem legalábbis személyesen vannak ilyen dilemmáim időnként, hogy hajlamos vagyok ezeket a valójában 11 négy éves kisfiúkat felnőtteknek látni, hiszen ahogy viselkednek, ahogy kell viselkedniük és ahogy élnek, az nem az életkoruknak megfelelő viselkedés és viselkedésmód. Erre a gyermek és felnőtt világ kettősségére, erre majd még később szeretnék visszatérni egy picit. Nos, megvolt tehát a szemle, és akkor 7 órától a reggeli, ahol azt olvashatjuk a naplóban, hogy a zászlóajcsősz vigyázt vezényelt, és beadta a jelentést az ügyeletes tanárnak. Nos, hogyha a képre ránéznek, ez a iskola ebédlőjének a képe, na ez az, ami szintúgy, szinte teljes egészében ma is látható, nyilván nem Ferenc József portréval a falon, de a boetívek, illetve a teremnek a hangulata, atmoszférája az most is egy picit idézi ezt a katonás virágot. És hát a reggeli ami egy jelentéssel indul. És reggeli után pedig következik a csukló gyakorlat, amit az iskola határon világából bőven ismerhetünk. Ugye itt a, úgy magyarázza a naplóíró, hogy ez fej, nyak, és lábgyakorlatokból, majd futásból állott. Ugye ez az, ami a, az iskola határon világában különleges helyet elfoglaló tevékenység ez a csukló gyakorlat, mint olyan. Ugye a klasszikusan szép jelenet, a köd jelenet, amivel a fiúk nyilvánvalóan utálják a csukló Gyakorlatot, és a ködben meg lehet spórolni, mert hogy úgysem látja az altiszt, hogy végzik vagy nem végzik, és hát Medve, aki a szabad döntések embere, úgy dönt, hogy ő akkor is fogja csinálni a csupógyakorlatot. Most ez tehát ekkor zajlott a reggeli után, és ezt töri meg ezt az időrendet, egy apró megjegyzése a naplóírónak. Azt olvashatjuk, hogy szerdán reggel nem volt csupó gyakorlat, ellenben a hálóteremből ágyneműinket levittük az udvarra porolni. A pokrócokat ráztuk, a matracokat ággal ütögettük, itt is voltak mesterek. Két rántással oly ügyesen tudott némelyik pár porolni, hogy bármely szobainas megirigyelhette volna. A pokrócok pedig olyan égtelen lármával dübörögtek és csattogtak, hogy hihetetlennek tűnt fel, pokróccal ezt is lehet. A parolás tökéletességéről persze szintén a növendék úrak győzöttek meg. Velem előfordult az, hogy a kiporolt homiaimat felvittem a harmadik emeletre. A növendék úr azonban kijelentette, hogy még poros, és a következő pillanatban már repültek is a matracaink ki a harmadik emelet ablakáll le a földre, én pedig a lépcsőn utána újra porolni. Egy apró pici jelenet a katonai életből és hát megint csak idézhetjük az iskola világát és a növendék urak korlátlan hatalmát az alsó évesek fölött. Most ezt követően uh, voltak a tanórák, hogy láthatjuk, 8-tól 1 és 2 és délután 5 óra uh, között, 10 perc szünettel, és akkor azt gondolom, hogy itt érdemes rápillantani egy picit a, uh, ezekre a fiúkra, akik aztán az alsóbb évesek számára növendék 11 néhány éves kisfiúk, akik ebben a fura világban uh, elveszítették a gyermekségüket gyakorlatilag, és bele kényszerültek egy olyan létformába, amely létforma teljes egészében a katonai világ, a katonai iskola világának a létformája lenne. Felsorolja a tantárgyakat, amiket tanultak. Ami ebben az érdekes, az a megjegyzés ott a jobb oldalon, hogy ekkor már az ő idejében a katonai tárgyak titkos órák voltak, és így az illemtan, itt alulról a második tantárgy, az illemtan az valójában szolgálati szabályzatot jelentett, illetve alatta a testedzés és cserkész ismeret, ez pedig arra utal, hogy a katonai nevelés, tehát a, a katonai rendszabályoknak a megtanítását, azt leginkább a cserkészet állőrve alatt művelték. Nos, a, eh, ahogy ez egy pillanatkép, tehát azt láthatjuk és olvashatjuk, hogy kedden és pénteken kettőtől ötig gyakorlati kiképzés volt az udvaron. Ez eh, ahogy látjuk alaki kiképzést jelent, de minden bizonyja, még ez, ez is belefért az antant szabályaiba, illetve a, 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 a cserkész elfoglaltságok közé. Nos, az este 6-tól 8-ig terjedő időszak, ez a kötelező ismétlés időszaka volt, szintúgy az iskolában, és azt olvassuk, hogy egy növendék úr ült a katedrán, és vigyázott a csendre, rendre és a fegyelemre. Kötelező ismétlésen kívül lehetett regényt olvasni, vagy levelet írni. Nos, két olyan fotó kerül most itt a sorba, amely a katonai iskolai életnek egy másik aspektusát jeleníti meg. Tudnék, a, és ezt ottnik is elmondja, mások is elmondják, volt katonai iskolások, hogy a katonai nevelés nem csupán azt jelentette, hogy szolgálati szabályzatot tanultak, aztán azt, hogy alaki gyakorlatokat tanultak meg, hanem, hanem, hanem gondosan ügyelt a katonai iskola mindenkori vezetése a műveltség fejlesztés is, ezért aztán a zenei programok rendszeresek voltak a, az iskolában, mint ahogy később majd látjuk az épületet, külön épület állt a park végében, zenedet néven, ahol a zene tanulást gyakorolták. Itt egy program füzet, aztán évzáró táncestré, aztán sportünnepé, tehát valóban amellett, hogy zajlott a kemény katonai nevelés, a jelen formálásnak erre az oldalára is figyeltek. Nos, a, ami még érdekes, itt lassan a végére érünk a diáinknak. Megint egy olyan dia, ami a gyermekvilág és a katonavilág konfliktusát mutatja. Azt olvassuk tudni, hogy a levél postát a parancsnokság cenzúrázta, az egyik növendék, a Koch nevű barátom, azt írta azzal, hogy többé nem fog elégtelenre felelni, és hogy nyomatékot adjon a szavának, négy b írta, hogy többé. Kihallgatáson a századparancsnok ezt szóvá tette a növendéknek, hogy tanuljon meg helyesen írni. De miről van szó? Arról van szó, hogy az egyik kisfiú nyom, játszik, és a szüleinek írott levélében fogadkozik, és ebbe belefér a négy B-vel írt többé. Ugyanakkor viszont ez a kihallgatáson már téma, hiszen egy katona ilyet nem követ el, vagyis újfent ütközik a gyermekvilág és a katonai iskola világa. És akkor az utolsó fotó, ami magát a helyszínt mutatja, ahol... Oh, uh... Mindez zajlik, tehát a szőgerek élete zajlik. Ez a fotó, ez egy publikált fotó, nem túl közismert. Az, hogy mikor keletkezett, az meglehetősen bizonytalan, vélhetően a II. világháború után, amikor még nem foglalták el a szovjet csapatok az épületeket. Ez látszik azért a főépülete, hogy meglehetősen ütatkopat. A kép maga azért is szokatlan, mert légifelvételként hátulról fog fotózza a fényképész az iskolát, olyan szögből, ahonnan nem szoktuk látni. Ugye a főépület az látható itt élő. Mögötte áll az iskolaépület, tehát itt zajlott a tanítás, és csak zárójelben ottlik ezt katonai iskolásként nem láthatta, mert hogy ő 26-ban elment kőszegről, ezt az épületet pedig 27-ben építették fel, és aztán mögötte álltak a kiszolgáló épületek, a mosoda, az enede, illetve a kórház, mint olyan. Nagyon érdekes ránézni a képre, és egy kicsit beregondolni az Iskola Határon című regény világába. Ha hogyha megnézzük, akkor a főépületek azok szigorú, zárt, mértani, akár mérnöki rendben állnak, és egy nagyon-nagyon szabályos négyszöget alkotnak, ezt nevezzük akár téglalaknak. Aztán mögöttük egy sövény húzódik, és a sövény mögött láthatjuk a kiszolgáló épületeket. Úgy, hogy a kiszolgáló épületek helyjel közzel benne vannak ebben az árt alakzatban. Ami kilóg belőle, az itt a kép jobb alsó sarkában a kórház épület. És aztán itt már is elkezdhetünk egy picit gondolkozni. Tudnék, hogy ha visszaemlékszünk az iskola határon című regény világára, akkor a kórház az egyik boldogság helyszín. Mitől boldogság Amikor a fiúk oda bekerülnek, ott minden szabály, ami ott a belső rendben érvényes szabály volt, minden szabály megsemmisül, és minden szabály átíródik. Ott a felsőbb éves az nem növendék úr, hanem egy nálam idősebb kisfiú, aki olyan beteg, mint én. Ott nem kell vigyázni, Leállni, ott nem kell jelenteni, ott lehet egész nap az ágyban heverészni, hogy éppen úgy hozza a kedvük, és lehet, Isten bocsássa meg, lehet gyermeknek lenni. Tehát a kórház egy olyan helyszín, amely egy amely, amely kicsit azt segíti, hogy visszataláljanak még ha csak rövid időre is a valódi identitásukhoz, tehát a gyermeki identitáshoz, és ahogy mondtam, viselkedhessenek úgy, mint egy 10-11-12 éves kisfiú, és teljesen azt, amit szeretnének. Képre ránézve óhatatlanul idéződik Ottliknak az egyik kedvenc motivuma. Tudnék, nagyon-nagyon sok írásában találkozhatunk a hajó motivumára. Ja, ha ránézünk, és hajót akarunk látni, akkor azt mondhatjuk, hogy a főépület a ké és a másik épület, ilyen hatalmas hadihajóként van ottan középen. Aztán előttük a picik, azok pedig igen kisebb, kisebb kis csónakok, sajkák, amik közül a kórház az, amelyik szabálytalanabbul viselkedik egy csöppet. Egy tanulmányban olvashatjuk Hermányi Gabriella tanulmányában ennek a hajó motivumnak, illetve a csónak motivumnak a kibontását, ottlik regényeiben, illetve írásaiban. Itt a kórházról roppant érdekes, amit ír, illetve a kórház kapcsán a hajóról, mert hogy azt mondja, hogy a körülöttünk a háborgó tenger, mi ülünk benne a hajóban, és a hajó az egyetlen biztos kapaszkodó, kapaszkodó a számunkra, ami ráadásul, hogyha valóban a hajó, akkor ad valamilyen identitást a számunkra, mert hogy akkor tengerészek vagyunk, vagy utazók vagyunk, vagy bár vagyunk. Tehát a hajó, mint ilyen, ebben az értelemben, egy kicsit talán az identitás megtalálásának a jelképe, illetve nem egyszer magának a biztonságnak a jelképe lenne. Még egy csöpet vissza a képhez. Árókodó az is, hogy az iskola határon világában olyannyira fontos sporttevékenységek hol is zajlottak. Ugye a focipályák azok a főépület előtt voltak találhatók, ott vannak ma is egyébként, és a foci az a tevékenység, olvashatjuk Otliknál, ami az iskolában preferált tevékenység, és és és, és teljes egészében elfogadott. A futópályák, amelyek Otlik számára voltak igazán fontosak, azok itt hátul találhatók. Tehát ott zajlottak az atlétikai érzések. Megint, hogyha egy kicsit a regényben akarnám értelmezni itt a topográfiát, akkor mondhatnám azt, hogy ö, elfogadott tevékenység, de azért egy picit hátrébb és hátrébb tevékenység lenne az iskola világában ez. Nos, akkor egy, térjünk át arra, amit emlegettem itt, ez a bizonyos identitás vagy nem identitás. Azt mondtam, hogy ha végig gondoljuk itt a cügerek hétköznapjait, illetve ezt a gyermek és katona szembeállását, akkor talán-talán eljuthatunk egyfajta olvasatig, a régény egyfajta olvasatáig, ez az olvasat akkor esetünkben legyen most ez a, az identitás elvesztésének, megtalálásának, keresésének a mozgása. vagyunk egy olyan világban, amely önnön identitásával sincs tisztában. Ismétlem magam, egy olyan világban, amely katonákat képez egy nem létező állam alakulat számára. Áll a légüres térben, német vezényszavak pattognak benne az épületben, holott az oszták-magyar monarchia már nem létezik. Ebbe a világba belépve, 10-11 éves kis egyik pillanatra a másikra veszítik el a gyermeki identitásukat, és kell felvenniük, azonosul, felvenniük egy másikat, azonosulniuk egy másikkal. Ha kőszegen járnak, illetve akik meg itt élnek kőszegen, javaslok egy sétát, tehát érdemes besétálni a főállén a fő főépületig, megállni a szökőkútnál, és megpróbálni 10-11 évesként feltekinteni a homlokzatra. Iszonyú méretű a dolog. Aztán pedig elképzelni azt, hogy az előttünk lévő ajtó, ugye a szülők a szökőkút kísérték a gyerekeket. Ugye az előttük lévő ajtó pedig az, ami a kisgyermek számára kinyílt, aztán mögötte becsukódott, és gyakorlatilag egy az egyben ez az ajtó csapódás, csukódás megszüntette az ő addig életét, és adott neki egy egészen más életet, aminek gyakorlatilag semmi köze nem volt a korábbi életéhez, a gyermek életéhez. Ugye az iskola határon számos ilyen szép példát kínál, amikor, amikor, egy-egy amikor gyermeki megnyilvánulást legyen az árulkodás, legyen az egy-egy gyermeki visszaszólás, kőkeményen megtorol az iskola világa, mert hogy a katona iskolában a katonáknál ilyen nincs, ilyen csak a gyermekvilágban van. Tehát ilyen értelemben is beszélhetünk a regényről úgy, mint az identitás elvesztésének vagy újraalakulásának a regényéről, hogy itt valóban egy borzasztó gyors váltásnak kell bekövetkezni a gyermekek életében, és ezt a váltást nem mindenki viseli ugyanúgy. És az új életben, tehát ebben az új helyzetben pedig valahogy meg kell ezt élni. Hogyha végig gondoljuk az iskola határon főbb szereplőit, akkor lényegében erre, erre is láthatunk példákat, hogy ki hogy évi meg, vagy minek a segítségével éri meg ezt a bizonyos váltást. Úgyhogy gondol, gondolkodjunk néhány figurán, olyanon, aki, aki, aki fontos szerepet játszik. Legyen mondjuk az első, ez a Merényi nevű fiú, aki felsőbb éves és abszolút hatalommal uralkodik a kisebbeken, ő teljes egészében azonosul ezzel a katonai iskolai valósággal, ezzel a katonai iskolai Identitással, és minden bizonyal abból a, a, az okból, hogy vele is ez történt, amikor alsó béves volt, ezért aztán ő nem gondolkodik, hanem viszi tovább ezeket a cselekvés És akkor ott vannak a valódi főhőseink, hármat emeljünk ki, bébét, medvét, illetve szeredit, akiknek viszont küzdeniük kell. Nézzük először BB-t, tehát az egyik narrátort. BB tudni még talán a, 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 abban az értelemben a legérdekesebb figura, hogy leginkább jeleníti meg a hétköznapi embert, azt gondolná. Azt a hétköznapi embert, aki tudja, hogy itt rákényszerítenek valamit, és ezzel ellen ágál, tehát próbál cselekedni és próbál tenni. Ugyanakkor viszont valahol csábító is a számára egy picit ez a világ. Ne utaljunk másra, mint hogy azért, ő igen, nagyon szeretne a merényékkel együtt focizni. Ö, tehát nagyjából úgy éli meg a, az életét itt a katonai iskolában, mint ahogy mi mindannyian hétköznapi emberek élünk a világban. Tehát tudjuk, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Ö, igyekszünk helyesen cselekedni és a helytelen elkerülni, de hát időnként beresodódunk olyan dolgokba, amikbe adott esetben nem kellett volna. A második, legyen Szeredi Dani, aki. Ö, aki, aki mondhatjuk, hogy sztoikus nyugalommal viseli az iskola világát, teljes egészében tudomásul veszi, hogy neki mi az új identitása, tehát ő katonatiszt lesz és katona lesz. Tehát teljes egészében elfogadja, miközben meg, létrehozza a maga menekülési útvonalait, és itt gondoljunk a hegedülése, ugye Szevedi az, aki elvonul időnként hegedülni. Ottlik úgy fogalmaz, hogy megteremti a lélek szabad mozgásterét, könyöknyi mozgásterét elműzgelyek. Tehát azt az icipicik is, ahogy fogalmaztam az előbb, menekülési utat, menekülési ösvény, ahogy a, aminek a révén egy picit el lehet slisszolni ebből a valóságból, és egy kicsit arrébb lehet lépni ebből a valóságból. És hát akkor a harmadik, a másik narrátorunk, Medve Gábor, akinek be kell járnia egyfajta utat ahhoz, hogy 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 beletörődjék az iskola világába, fogalmazzunk így. Ugye medve az, aki eleinte lázad. Tehát aki ezt a, az iskolai világot, ezt az identitásváltást, ezt a, a mást, ami került, roppant nehezen fogadja el, és hát ennek a lázadásnak a csúcspontja a szökés. Illetve az, amikor az édesanyja eljön érte, és azt mondja, hogy kiveszi az iskolából és hazaviszi, és Medve azt mondja, hogy nem. És innentől, innentől, innentől részévé válik, az intézménynek, és megteremti a maga kis szabadságait, ugye ezt is említettük korábban. Mit jelentenek ezek a kis szabadságok? Ugye úgy viseli a, a, a sakkáját, ami még belefér a szolgálati szabályzatba, de egy picit azért más, és így aztán fogalommal lesz az iskolában a medvesapó fogalma, mert hogy egyre többen kezdik úgy viselni. Aztán megteremti azt a szabadságot, amit idéztem korábban, hogy amikor a többiek nem végzik a csuklógyakorlatot a közben, ő úgy dönt, hogy ez az ő szabadságában áll, hogy ő akkor is megteszi ezt. Magyarán tehát az ő stratégiája, hogyha úgy tetszik, ebben a nagy egészben megtalálni a kis szabadságpontokat, és ezek segítségével leélni az életet, illetve megélni az életet, itt az iskolában. De azt mondom, hogy szabadságpontok és szabadság, hogy itt most arról beszéltünk, hogy az identitás, keresés, váltás, elvesztés miképpen nyilatkozik meg a műben. Azért én azt gondolom, hogy egy icipicit erre a szabadság ügye is térjünk ki, mert hogy a sok-sok olvasat az egyik legszebb és ö, legtöbbet idézett olvasat ez a szabadság regény, mint olyan. A szabadság ez nem pusztán az iskolában, hanem a ö, elvileg azt követő Budában is ö, központi témává válik, és elsősorban medve ö, tematizálja, ugye a Budában ö, szintén. Ö, tehát elsősorban medve tematizálja, és nagyon-nagyon szép ö, Példákat mond arra, hogy mit is jelent a szabadság. A példáim egyszerre fognak az iskolából is, meg a budából is szól, szólni, tehát, tehát tehát az első, ez például a Budából származó lenne. Tudnék, ott Medve idézi Petőfi Nemzeti Dal című versét, és azt mondja, hogy rabok legyünk, vagy szabadok. Aztán vitába száll Petőfi Sándorral, és azt mondja, hogy ha már van ennyi választási lehetőségünk, hogy rabok legyünk, vagy szabadok, akkor már szabadok vagyunk. Tehát akkor innentől, innentől, innentől adott a szabadság. Vagy a másik, ez az iskola virágából, gyakori motivum a túl tanár anatómiája című festménynek a reprodukciója, Ami a lépcsőház lóg a falon, és a lépcsőház is egyfajta szabadság helyszín, mert hogy azt tudjuk, hogy a katonák két helyen nem léphetnek egyszerre, az egyik a lépcső, a másik meg a híd, mert mindkettő leszakad, hanem szabadon dönthetik el azt, hogy jobb lábbal lépnek előre, vagy bal lábbal lépnek előre. És ez megint a medveféle szabadság megfogalmazódása, hogy igen, dönthetek. Tehát adott ez a döntési lehetőség, megvan ez a döntési lehetőség, akkor már is szabad vagyok. Csak az utolsó példám a Budából. Ez az egyik legkedvesebb példám, és akkor megint a hajó a Gájarabról szól, ez a szabadság történet. Azt mondja tudnévik ottlik, illetve ott, mint itt a Budában, hogy a Gájarab egész nap ül le, láncolva a padhoz, és húzza az évezőt, viszont naponta háromszor eloldják a láncait, és akkor ki mehet a hajó oldalára elvégezni a dolgát, és amíg ez történik, addig ott van előtte a végtelen óceán. És ott a szabadság, mondja akkor a narrátor. Magyarán tehát, hogyha szabadság regényként itt kapcsolódván az identitás olvasathoz, ha szabadság tekintünk erre a műre, az ezt folytató Budára, akkor, akkor, akkor valóban azt mondja, illetve mondatja, hogy a szabadság mint olyan megélhető minden olyan esetben, amikor legalább egy döntési lehetőség van. Nos, honnan indultunk tehát? Indultunk onnan, hogy Végignézegettük egy szőgernek a hétköznapjait néhány fotós segítségével. Azzal a cél, hogy lássuk nagyjából, hogy miképpen is zajlott az élet a szőgerájban, tehát a katonai iskolában. És az egyik konklúziónk az volt, hogy, 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 hogy a képekből bőven látszik ez a kettősség. Tehát az a kettősség, ami a gyermek, illetve a, a katona növendék között fennálló feszültség, és amely feszültségnek ott kell feloldódnia, illetve abban kell feloldódnia, hogy ebben a katonaiskolai identitásban kell megtalálni valahogy önmagát, illetve kell megtalálni valahogy az új identitását mindenféle eszközök segítségével. És hát itt értünk át a főszereplőkre, és voltunk kíváncsiak arra, hogy ők milyen eszközöket, milyen módszereket keresnek arra, hogy hogy, hogy, hogy élhető legyen számukra ez a katonai iskolai, lét. És akkor így jutottunk a szabadság fogalomig, mert hogy akkor a szabadság újrafogalmazása, illetve magának a szabadság fogalomnak az újragondolása, ez már lehetséges, hogy elegendő ahhoz, hogy valamilyen úton módon ezt az új identitást, ezt az egészen más és idegen identitást sikerüljön megtalálni, illetve újrafogalmazni. Köszönöm szépen a figyelmüket!